rettegésben élnek az emberek. Félnek attól, hogy ha elhagyják a házukat akár 5 percre is, tehát még elmennek a boltba, rettegve mennek vissza, hogy kifosztották-e a házat, felgyújtják-e a házat. Én azt mondom mindenkinek, jöjjön le, nézzék meg, kérdezik meg az embereket, hogy mennyire érzik magukat biztonságban, vagy mennyire rettennek attól, hogy valami fog érni a családjukat, fog érni a házukat. A TV riportban megjelent az ATV nevű szentcsatornán, hogy érdekel olyan rossz a közbiztonság, az emberek nem mernek kimenni, mert félni kell, mert kirabolják, kinyújtják a házát. Nem tudom, ki a protestet, ezek nem valóban. Roman értettem, de egy persze a csapláknak, hogy mi van ott. Persze, én is úgy gondolom, hogy nincs csak... Elég jó közbiztonságban jönnek, mennek ki a rendőrök, mert betartsák a szabályokat, igazolnak mindenki. Rettegésben élnek az emberek. Félnek attól, hogy ha elhagyják a házukat akár 5 percre, és tehát még elmennek a boltba, rettegve mennek vissza, hogy kifosztották-e a házat, felgyújtják-e a házat. A gyerekeket is kimered engedni, nem? Nem érte atrocitás, vagy ilyesmit? Egyedig nem. Én is tudok róla, csak azért kérdeztük, hogy mondom, akik itt bejönnek a hivatalba, azokat megkérdezem, hogy... Nem, hát most, tehát az olyan dolog, nyilatkoztam én a Zsegó magazinnak is, elmondtam, hogy most persze bűnözések mindig is lesz, ahol közösség van, meg de a régebbi viszonyok az képest sokat javul. Rettegésben élnek az emberek. Hát én kimerek menni, én nem élek rettegésbe. Ugyanúgy kimerek mozdulni a városba, is szoktam. Ha, és bármikor? Bármikor, persze. Tehát nem érdekel, hogy nem élek rettegésbe. Itt az ATV kapcsán itt elhangzott egy riport Szőlősi Gáborral kapcsolatban, aki azt gondolom nagyon valótlan képet állított Érpatak közbiztonságáról, meg Érpatakról, és ezért Juci néni pont tegnap töltötte be a 74. életévét, és tegnap volt a születésnapja, és ennek kapcsán, tehát ő érpataki lakosként nagyon sok tapasztalata van az érpataki modell előtti időszakokról is, és ezért megkérdezzük néhány fontos dologról. Hogy most vagyok kivirúgva, magyarán megmondva. Hallja? Igen, persze, na most veszünk fel, igen. Mert még ilyen érpatak sose volt, van olyan polgármesterünk, ami rendre tanítsa a népet. Akinek meg nem tetszik ez az élet, ezek ásrálódnak. Terror volt itten, a pisztolyok, golyókat szedték úgy fel, mint borsok szemet. Hát most nincs, most boldogan járhatunk Érpatakon, nincs lövöldözés, nincs semmi. Rettegésben élnek az emberek, félnek attól, hogy ha elhagyják a házukat akár 5 percre, és tehát még elmennek a boltba, rettegve mennek vissza, hogy kifosztották-e a házat, felgyújtják-e a házat. Nekem is mit jó félni. Én nap mint nap egyedül vagyok lent a nagyházba, 10-10-esben, a Vörös Martin. Én nekem nincs mit félni, én ezt nem tudom miért. Fújják ilyen nagy dobrot fel az emberek, már egy éve elmúlt, hogy itt lakunk. Én ilyet nem tapasztaltam. Én napra egyedül vagyok, délután 4 óráig Miki haza nem jön. Nekem semmi problémám nincs. Egy érhat, aki van, én nekem senki nem szól az úton se. Sőt, ki vagyunk emelve, én meg Miki ki vagyunk emelve Érpatakon. Az egész szomszéd mondja, itt a Nyári Pál utcán is mondták, hogy olyan tisztán, olyan pedálisan nem járni, mint én, mert meg én megmondtam, én nem szeretem a koszos szokságot, inkább én legyen meg a kosz, mint ennyi a kosz. Mert én tudom, hogy nézett ki polgármesterünk, azelőtt Érpatak, hogy Melinda járni nekem már 13 évig lakott, én is laktam itt Melindánál sokáig. Egy lepukkasztott egy hely volt, ez az Érpatak azóta néz így ki, mióta ön itt polgármester. Rettegésben élnek az emberek. A tévében azt mondták Érpatakról, hogy itt olyan terror van, hogy nem lehet kimenni az utcára, stb. Mindenki fél ettől. Azt mondta, az volt hülyék. Így gyerekek, így kimertek menni az utcára, van valami probléma? Aki ezt mondta, akkor lehet, hogy részegetek, vagy már meg. Nem, mert tudja a gyerekek, mindenteken. Járnak ide egy a közös ifjúsági délutánokra. Egy kitalált. Hát az erősítve, amit a nágossak. Hát én most nem tudom, hogy miért mondja ezt, de azonban van valóság alapja szerintem, hogy ez ennek semmi. Mivel nem is igaz. Rettegésben élnek az emberek. Nem tapasztalok semmit, én előbb is hallottam.
meg hogy lenne meg itt telolbotalva, hogy mit ürettek meg itt az emberek, engem fogalmam. Én itt születtem napon falapod, de én még ezt nem tapasztaltam ilyet. Igen, azt mondom, hogy... Régebb időben lehet, hogy voltak, de... Igen, az, az én előttem volt az az én... Azok már régen voltak. Rettegésben élnek az emberek. Megjelent itt az ATV-ben riport, hogy érkotakon az emberek terrorban vannak, nem mernek kimenni a boltba, nem mernek ott hagyni a házukat, stb. Hogy te ilyet tapasztaltál-e, vagy ennek mennyi valóság alapja van szerinted? Nem, ez egyáltalán nem feli a valóságot, ez nem így van. Te kimersz menni, elmersz menni, a gyereked elmersz menni? Szerencsére én ilyen problémával nem találkoztam itt Télpatakon. Elég nyugodt környezet van, itt Télpatakon azóta, amióta főleg önmegkezdődött ez a közmunka, hogy tudunk rendesen normális körülmények között tudunk dolgozni. Rettegésben élnek az emberek. Félnek attól, hogy ha elhagyják a házukat akár 5 percre, és még elmennek a boltba, rettegve mennek vissza, hogy kifosztották-e a házat, felgyújtják a házat. Amikor egy hétig nem vagyok itthon, és nekem tényleg semmiféle problémám, se betörés szempontjából, se agresszió szempontjából, engem még soha belém nem kötöttek az utcán, otthon sem, nem bántalmazott senki, én nem érzem, hogy ennek a súlyát, amit most én hallok, én ezt nem tapasztalom. Szóval én 7. évét vagyok, én még ezt nem tapasztaltam. Szóval én úgy vagyok vele, hogy én teljesen biztonságban érzem magam, én megmondom az őszintén, egy nyitott ajtó és ablaknál alszom. Én is, meg a gyerekeim is. Egy másik dolog, amit mindenképpen kéne tisztázni, itt az ATV-ben, az Egyenes Beszédben beszélt nem is olyan régen arról, hogy katasztrofális állapotok vannak Érpatakon, hogy közbiztonság gyakorlatilag mint olyan nem létezik, hogy az emberek nem mernek elmenni a boltba, mert attól tartanak, hogy amíg ők vásárolnak, addig feltörik a lakásukat vagy a házukat. Ehhez képest a rendőrség kiadott egy közleményt, hogy Érpatakon minden rendben van, semmiben nem romlott a közbiztonság állapota az elmúlt évekhez képest. 4 körzeti megbízott van a településen, úgyhogy minden rendben van. És akkor hogyan kampányol? Hát a kampány időszakban, tehát napközben, amikor nincsenek ilyen polgármester által szervezett programok a településen, akkor persze nyugodtan szabadon mozoghatok.